Civil szervezetek képviselőit várták eddig délután Tiszalökön. Az aktuális pályázati lehetőségeket ismerhették meg az információs fórumon. A városban jelenleg 4-5 olyan civil szervezet működik, amelyek folyamatosan aktívak és komoly céljaik vannak, közölte a polgármester. Gömze Sándor szerint számukra nagy segítség lenne bármilyen mértékű támogatás. Saját erőből elég kevés dolgot lehet megvalósítani. Nyilván, hogy ez a külső rásegítés, ez nagyon jó jönne. És hogy ilyen civil szerveződések vannak, ebben a csúnya politika meghatároz mindent. Látjuk az amerikai választásokat, látjuk az Európai Uniót, és egyre inkább azt érzékelem, hogy a politika jelen formájában az előbb említett országokat és tájakat is figyelembe véve szétválasztja, elválasztja az embereket, a társadalmat. A civil szerveződések pedig az én meggyőződésem és ismereteim alapján itt Tiszalökön politikamentesen együtt úgymond egymásért, ez egy régi jelszó, de nagyon jól hangzik, léteznek, dolgoznak. A civil szervezetek működési forrásra és tartalmi programokra is pályázhatnak. Ezt 5 kollégiumon keresztül tehetik meg, például közösségi környezet vagy nemzeti összetartozás kollégiumon át. Idén több pályázati lehetőség nyílik majd november végétől, mint az előző évben, és fontos szerepet kap a határon átívelő magyar-magyar civil kapcsolatok fejlesztése is. Tájékoztatott Kis András, a megyei civil információs centrum operatív igazgatója. Több mint 3 milliárd forint az a forrás, amelyet éves szinten a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül Magyarország kormánya a civil szervezetek erősítésére szán, és ez a forrás az, amelyet a civil szervezetek pár százezer forintestől pár milliós támogatásig, ilyen 100 000 és 3 millió forint közötti támogatási összegekként tudják leívni. Ebben megtalálható ugyanúgy egy 2-2,5 millió szakmai program, mint pár százezer forintos működési támogatás, amely az adott civil szervezetnek a működéséhez lehet, hogy a legfontosabb, lehet, hogy fontosabb, mint a program, mert azt a saját napi tevékenységére tudja költeni. A civil társadalom már kialakult Magyarországon, most a támogatásukra van szükség. Erről már Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt a rendezvényen. A civil szervezetek a helyi társadalom meghatározó szereplői. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a civil kurázsira, a civil ötletekre, a civil innovációra szükség van egy adott településen, egy adott térségben. És mint egyéni országgyűlési képviselő azt látom, hogy a civileknek szükségük van információkra, milyen pályázati lehetőségek vannak, hogyan tudnak működésre pályázni, hogyan tudnak programra pályázni. A pályázati lehetőségek idén november végétől nyílnak meg a szervezetek számára, és várhatóan január végéig, február közepéig lesz lehetőségük a támogatás igénylésére, hangzott el a fórumon.